Még csütörtök reggel is érkeztek a felajánlások abba a mikrobuszba, amelyet a héten töltöttek meg a Fehérvár Média Centrum munkatársai. A kárpátaljai magyar és ukrán menekültekre sokan gondoltak a csomagok összeállításánál. Nagyon sok gyerekruhát gyűjtöttünk, és emellett ugye próbáltuk követni az Alba bástyának a felhívásait, hogy mire van szükség, úgyhogy nagyon sok tisztasági termék érkezett, konzerv, olyan készételek, amit tényleg azonnal lehet fogyasztani, pelenka, gyerekjáték, kókuszmatrasz, tehát nagyon-nagyon sok minden, édesség is, üdítők, szóval én azt gondolom, hogy a tévé, a rádió, az újságnak a munkatársai és vezetői megmutatták azt, hogy nem csak beszámolnunk kell ezekről a dolgokról, hanem összefogva segítenünk. Kajzer Tamás hozzátette, fontos felhívni a figyelmet arra, lehet segíteni, persze úgy, ahogy a lehetőségek engedik. Az Alba bástyába folyamatosan érkeznek az adományok, 5-10 percenként fordulnak be a parkolóba az autók, mikrobuszok, megpakolva mindenfélével, ami segítséget jelenthet a rászorulóknak. Mára már teljes egészében összeállt mind a dolgozói, mind a fizikai infrastruktúránk. A hétvégén ezt a mögöttem látható raktárat átalakítottuk, korábban a járványügyi helyzet és az egyéb családsegítés, szociális alapszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat látta el, illetve segítette ez az épület. Most arra pedig a nagyobb helyiségét, egy nagyjából 50 négyzetmétert, azt még teljes egészében az adomány fogadása, adománygyűjtő ponttá alakítottunk át, és több kollégám dolgozik azon, hogy az intézménynek a nyitvatartási idejében fogadja az adományokat, illetve ezeket szortírozzák, csomagokba rendezik, és azokat pedig azon kollégáim, akik kapcsolatban vannak a rászorulókkal, akik folyamatosan viszik is ki. Köszönöm szépen! Magánszemélyek és cégek is adományoznak, az Alba bástya munkatársai pedig gondoskodnak arról, hogy célba érjenek a csomagok. Mint megtudtuk, felnőtt ruhákat már nem tudnak fogadni, és gyógyszeradományokat sem. A fogyasztásra kész ételekre, a csomagolt pékárukra viszont nagy szükség van. Az Alba bástyából a városban dolgozó ukránok Székesfehérvárra érkezett családjaihoz kerülnek ki az adományok. Cserpalkovics András polgármester a Fehérvár TV híradójában számolt be arról, hogy eddig már több mint 100 menekült érkezett a városba, nagy részük kisgyermek. Ha valaki nem tárgyi adománnyal, hanem pénzzel segítene, arra is van lehetőség. Meghirdettünk egy adományszámlát, erre is érkeznek sorban a befizetések, már több mint 3 millió forintnál tartunk. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat 25 millió forintot különített el ennek a feladatnak az ellátására, és nyilván ebből tudjuk a különböző feladatokat finanszírozni, de megérkeztek az első céges érdeklődések is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez az adományszámla még az ott lévő összeg tovább fog emelkedni. Az adományszámla számát Székesfehérvár honlapján is megtalálják a segíteni szándékozók.